Köszöntöm nézőinket, önök a Tornatáj televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Több mint 10 valótlanságot tartalmaz a Szekszárdi vasárnap interjúja, Ács Rezső helyreigazítást kért. Szigorításra lenne szükség, sokan telefonálnak vezetés közben. Nem lesz idén jubilálás, a kormányrendelet értelmében elmarad az 5. bátaszéki bornapok. Támogatás, Bonyhád város a koronavírus káros útjainak nyújtott segítséget. Több mint 10 hazugságot tartalmaz az az interjú, amit az Éhen Szekszárd irányított a Szekszárdi vasárnap új főszerkesztője készített Bomba Gábor frakció vezetővel, állítja Ács Rezső Szekszárd polgármestere. A városvezető tételesen cáfolta a cikkben leírtakat, és azt mondta, helyreigazítást kért a lap vezetőjétől a valótlan állítások miatt, és áll elébe egy interjúnak. Valótlan állításokkal van tele az az interjú, amit az Éhen Szekszárd frakció vezetője Bomba Gábor adott a Tolnai megyeszékhely ingyenes heti lapjának a Szekszárdi vasárnapnak. Ezt mondta a város polgármestere szokásos hétértékelő sajtótájékoztatóján. A cikkben Bomba Gábor arról beszélt, hogy több 10 millió forintos tartozással vette át az Éhen Szekszárd vezette önkormányzat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Tavaly a választások után. Ács Rezső szerint viszont ez hazugság. Ugyanis az átadás átvételi dokumentumokból, illetve a főkönyvi kivonatból kiderül, hogy nem volt lejárt követelés, sőt a számlán több 10 millió forint plusz pénz volt az átadáskor. A városvezető hétértékelőjén kiemelte, politikai lappás irányodott az Éhen Szekszárd által átvett Szekszárdi vasárnap. Az interjú számos más valótlanságot is tartalmaz Ács Rezső szerint. Így például szó van benne az új stadion építéséről, ám a Modern Városok programban ilyen nem szerepel, csak új sportcsarnok, emelte ki Ács Rezső. A városvezető hozzátette, a zöldváros program sem miattuk csúszik 2022-ig, hanem az Éhen Szekszárd értelmetlen ötletelései miatt. Például a zöldvárosban is folyamatos ötletelés zajlik, hiszen már karbonmentes házról, parkolóházról is hallottunk, már sok mindenről hallottunk, csak az idő megy közben, és komoly lehetőség van arra, hogy ezeket a forrásokat a város elbuki. Ács Rezső a valótlan állítások miatt helyreigazítást kért a Szekszárdi vasárnap főszerkesztőjétől, és áll elébe egy interjúnak. Felkértek egy interjúra, természetesen én nem teszem meg azt, amit az ellenzébet, az, hogy bolykottál bizonyos neki nem tetsző médiumokat, ezért igen, fogok nagy interjút adni, ha még én tartanak rá. Ács Rezső azt kéri, hogy a különböző politikai oldalak végre találják meg a közös nevezőt, és olyan döntéseket hozzanak, amik a város érdekeit, fejlődését szolgálják. A sajtó pedig hitelesen és korrekten tájékoztasson a városban zajló eseményekről. Szeretük volna megkérdezni Bomba Gábort, az Éhen Szekszárd frakció vezetőjét, hogy nem érzi-e visszásnak, hogy az általuk kinevezett új szerkesztőség első lapja miatt helyreigazítást kér a város polgármestere a Szekszárdi vasárnaptól, mert szerinte több mint 10 valótlan állítást tartalmaz a cikk, adásunkig azonban nem kaptunk választ. Jelentős azon balesetek száma, amik többek között a vezetés közbeni mobilozás miatt következnek be, a helyszíni 10 000 forintos bírságnak sincs igazán visszatartó ereje, szakemberek véleménye szerint szigorítani kellene a kreszt. Ezek a felvételek az elmúlt napokban készültek. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai az autóban mobilozókat kapta lencse végre, és nem volt nehéz dolguk. Bár konkrét adatok nincsenek róla, a baleseti vizsgálatok során egyre több esetben derül ki, hogy a gépjármű vezetője nem csak a közlekedésre figyelt. Számos ehhez hasonló prevenciós videófilm készül, mely a vezetés közbeni mobilozás ellen emel hangot. Ám ezek hatását a növekvő esetszámok nem igazolják vissza. A kollégáim egyre gyakrabban tapasztalják itt Tolna megyében is azt, hogy a járművezetők mobiltelefont kézben tartva közlekednek. Ez nem csak, hogy balesetveszélyes, hanem a járművezetőnek, ha ezt a rendőr észleli, anyagi felelőssége is van, hiszen a két ilyen cselekményen tetten érnek, 10 000 forintos helyszínbírságot kell megfizetnie. A Romániában a napokban vezették be azt a kresszmódosítást, mely a vezetői engedély elvételét jelenti, ha valakit telefonáláson kapnak a volán mögött. Egy felmérés szerint 35%-kal nő a fékreakció idő, akkor, ha közben a sofőr üzenetet olvas vagy telefonál. A magyar kressz 1998-ban tette kötelezővé a kihangosító használatát.
A szakemberek véleménye szerint itt az ideje a szabályrendszer újragondolásának, hiszen azóta számos közlekedési eszköz is megjelent, melyre semmiféle szabályozás nem vonatkozik. Így például a Segway, mely adott esetben 40-50 km-es sebességre is képes, de szigorításra volna szükség a vezetés közbeni mobilozás esetében is. Ismét repülőről írthatják a szúnyogokat országszerte, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 180 napra engedélyezte a légi kémiai szúnyogírtást. Az intézkedésre azután került sor, miután az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arról tájékoztatta az országos tiszti főorvost, hogy az elmúlt hetek esőzései miatt elszaporodtak a vérszívók, és a megfelelő mértékű gyérítés a meglévő biológiai, illetve földi kémiai módszerekkel már nem biztosítható. Annak ellenére, hogy Tolna megyében is sok szúnyog van, egyelőre nem tudnak arról, hogy itt is lenne légi szúnyoggyérítés. Országos szinten a múlt héten 130 ezer hektárt érintett a teljes védekezés, tehát ebben benne van a földi és a légi kémiai, valamint biológiai módon történő védekezés is. Ezen héten szintén 130 ezer hektárt érinti Magyarország területén belül. A múlt hétre visszatérve 24 ezer hektár az, ami a légi kémiai gyérítés ezzel a számmal indult meg. Ezen a héten ez már 54 ezer hektárt érint itt főként, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, ezeket a megyéket érintette. Tolna megye jelen pillanatban még nincs benne. Több beruházás került veszélybe Szekszárdon az Éhen-Szekszárd döntésképtelensége és időhúzása miatt. Az orvosi rendelő építése és a szőlőhegyi óvoda felújítása után most a Baka István általános iskolát érintő beruházás akadhat meg a közgyűlésben egyfős többséggel rendelkező Éhen-Szekszárd miatt, jelentette ki Ács Rezső Szekszárd polgármestere a Rádió 1-ben. Ács Rezső hetente hallható az ország leghallgatottabb rádió csatornáján. A polgármester a Rádió 1 szekszárdi stúdiójában ezen a héten az álló beruházásokról beszélt. Példaként a rekreációs központot hozta fel, kiemelte, a strand mellé tervezték a központot. Erről szól az a szerződés, amit a kormánnyal kötött az önkormányzat. Ezt változtatná meg a szekszárdi közgyűlésben egyfős többséggel rendelkező ilyen szekszárd. Ők a régi strandhelyen építenék fel a rekreációs központot. Ács Rezső szerint a lakosok véleményét is ki kellene kérni a helyszín változtatásáról. A városvezető azt mondta, nem hiszi, hogy a régi strandhelyen megfelelő helyszín egy ekkora beruházáshoz, már csak a parkolás miatt sem. Mindössze 15-20 parkoló található a szóban forgó Toldi utcában. Azt tudjuk, hogy a fürdőhelyen nyáron egy jó hétvégén, mint amilyen meleg most is van, körülbelül 1500-2000 ember látogat ki a fürdőbe. Ez pedig azt jelenti, hogy minden autó tele van, akkor 350-400 autó. Most ha belegondolunk, hogy a Toldi utcába ez a 350-400 autó betoldulna egy nyári napon, szombat, vasárnap a legterheltebb egyébként, amikor pihenni szeretnének az ott lakók, akár lehet képzelni, hogy milyen tumultus lesz. Ács Rezső azt mondta, ilyen koncepcionális különbségekben az előző közgyűlés döntéseihez szeretné tartani magát, de kész kompromisszumokat kötni az egyfős többséggel. Azt azonban nem szabad szem előtt hagyni, mondta Ács Rezső, hogy a szerződés módosítására, vagyis a helyszín megváltoztatására a kormánynak is rá kell bólintania. Hasonló helyzet alakult ki a toppos fejlesztéseknél is. Így például a Szabó Dezső utcai orvosi rendelőnél, Szőlőhegyi óvodánál. Ezekre a fejlesztésekre is nyert az önkormányzat pénzt az előző ciklusban. A beruházásokat az ilyen szekszártagok is megszavazták. Később viszont akadályozni kezdték a tervezést, valamint az építkezéseket. Így azonban a város emiatt elveszítheti a beruházásokra nyert pályázati pénzeket. Legutóbb a Baka István általános iskola felújítása került veszélybe. Az ilyen szekszártagokból álló gazdasági és városfejlesztési bizottság azonban nem hozott érdemi döntést az ügyben. A gazdasági bizottságnak kéne dönteni abban, hogy melyik kivitelező lesz a nyertes. Ezt tologatják, húzzák az időt, nem döntenek, mint ahogy általában se, mindig ötletelnek, új helyszín nézzük meg, új lehetőséget vizsgáljuk meg, itt most már dönteni kellene, mert a pályázók várják azt, hogy a városnak ez egy 700-800 milliós munkáról van szó, lesz a munka, vagy nem lesz a munka. Szekszárd polgármestere két hét múlva pénteken délelőtt lesz hallható a Rádió 1 műsorán. Az elhúzódó beruházások és a Baka István általános iskola felújítása kapcsán megkerestük Bomba Gábort, az Éhen-Szekszárd frakció vezetőjét is. Kíváncsiak lettünk volna, mikor választják ki a kivitelezőt, mikor kezdődnek el a munkák az iskolában, ám riportunk elkészültéig nem kaptunk választ.
A kormány csütörtökön bejelentette, hogy augusztus 15-e után sem lehet 500 főnél nagyobb létszámú rendezvényt tartani, így nem csak a szekszárdi szüreti napok, de az eddig megrendezni kívánt 5. bátaszéki bornapok is elmarad az idén. Elbúcsúzhatunk az idén a nagy rendezvényektől. Közel 3 hete jelentette be az Éhen Szekszárd frakció tagjaiból álló szervezőbizottság, hogy a szekszárdi szüreti napok elmarad. Információink szerint érdekellentétek okozták a rendezvény lemondását. A csütörtöki kormányinfon Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy augusztus 15-e után sem lehet 500 főnél nagyobb rendezvényeket tartani, így a szekszárdi szüreti napok lemondásának valós oka már nem derül ki. Az országos bejelentés után több olyan rendezvényt is kénytelenek visszamondani a szervezők, amik már 90%-os készültségben voltak. Ilyen volt az 5. bátaszéki bornapok is. Csötönyi László, a bátaszéki bornapok főszervezője elmondta, hogy már a bejelentés napján megkezdték a fellépők, a kirakodók, a vidámparkosok és minden egyéb szolgáltató kiértesítését. Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere azt mondta, nagyon bíztak benne, hogy megtarthatják a fesztivált, de az 500 fős korlátozás ellehetetlenítette a rendezvény megtartását. A polgármester szerint azonban szükség van kisebb rendezvényekre, hogy az emberek végre kimozdulhassanak és kicsit visszakapják a közösségi élményt. Ezért a következő hónapokban szabadtéri zenés rendezvényeket szerveznének majd a város területén. Alapvetően utca fesztiválokban gondolkodunk. Egyébként bátaszékre jellemző is volt, hogy a nyár folyamán utca fesztiválokat tartottunk. Ugye ezt a képviselőtestület döntése alapján ebbe az esztendőben december 31-ig töröltük. Ezeket fogjuk újra gondolni, és ha lehet egy ilyen kéthetes periódusokban, azért lehetőséget teremteni szabadtéri szórakozásra. Az utcafesztiválok egyelőre a tervezés fázisában vannak. A koronavírus járvány beköszöntekor Bonyhád város jótékonysági alapot hozott létre, melyből a hátrányt szenvedetteket kívánta támogatni. A létrejött eseti bizottság döntött az összegyűlt több mint 5 millió forintos pénzügyi alap elosztásáról. Még áprilisban döntött úgy Filóné Ferenci Baja, Bonyhád város polgármestere, hogy egy központi adományszámlát nyitnak arra a célra, hogy így gyűjtsék a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe kerülőknek szóló támogatást. Emellett létrejött egy eseti bizottság is, mely hivatott volt az összegyűlő pénzösszeg elosztására. Ez az adománygyűjtés, ami jelen pillanatban mai állás szerint 5,6 millió forint, a szétosztására javaslatot tegyen, és egyben döntsön is. Nyilatkozta televíziónknak Kerság Tamás elnök az eseti bizottság júniusi létrejöttekor. A testület megvizsgálta a beérkezett kérelmeket, és meghozta döntését. A pénzt igazából két része osztottuk. Én úgy gondolom, hogy akik megszorultak és pályáztak, azok a döntés után, amikor meg tudják, mint a végleges döntést, vélemény szerint nagyon elégedettek lesznek, szinte mindenki megkapta azt az igényét, azt az elvárt összeget, támogatást, amit ő remélt. Emellett a pénz egy részét, közel 2 millió forintot a bizottság tartalékba helyezett, mely egy esetleges második hullám beköszöntekor jelenti majd a védekezési költségek alapját. A kiírt pályázatra 51-en nyújtottak be igényt. A kiírás szerint 4 pályázati alapról lehetett maximum 50 ezer forint támogatást igényelni. Volt Tolna megyei résztvevője is az országos női élvonalbeli idei strandlabdarúgó bajnokságnak. A foci nyári változatába újoncként kóstolt bele a Tolnamőzs női futszál csapata. Ahhoz képest, hogy újoncok voltak, a 6. hely a 9 csapatos mezőnyben elfogadható eredmény. Mindamellett, hogy volt részük bőven sikerélményben a Balatonlellén zajló NB1-es bajnokság 2 fordulójában. Újoncként belekóstolt a strandfociba a Tolnamőzs női NB1-es futzál csapata. Két okból is fontos volt ez számukra, alig várták a foci nyári változatával való közelebbi ismeretséget. Hosszú hónapok meccs nélkülisége után végre éles meccseket is játszhattak. Az sem mellékes, hogy mindössze 6 edzéssel a lábukban érkeztek a tornára, és kipróbálhatták magukat a strandfociban, ráadásul mindjárt a legrangosabb eseményen, a 9 csapatos országos bajnokság 2 fordulójában, a Balatonlellei strandon. Maximálisan beillik a felkészülésbe, és nagyon jó fizikai és technikai alapokat teremt a futsalhoz is. Ács Gábor a tolnamözsieket futsalban ősztől irányító edzőpáros egyik tagja, a strandfociban is járatos.
Az ebben nagyon járatlan, tapasztalatlan első bálozó tolnamezsi lányoknak igyekezett átadni a strandra a homokra érvényes mesterségbeli fogásokat meglehetősen rövid idő alatt. A lányok, én azt mondom, hogy hétről hétre javulnak, és nagyon jól építik be a strandfoci elemeket a játékba. Ez majd idővel, remélem, eredményekbe is meg fog mutatkozni. Amúgy a tolnamezsi együttes az NB1-es női strandfoci bajnokság második fordulójának zárónapján komoly fejlődésről tett tanúbizonyságot. Jelzésértékű, hogy a bajnoki címet megnyerő debreceni EAC ellen egy végig szoros nyílt mérkőzésen vesztettek a lányok 3-2-re. Az első forduló gyengébb szereplése miatt azonban a hatodik helynél nem tudtak előbb végezni a 2020-as női NB1-es strandbajnokságon Balaton-Lellén. Elsőre egyáltalán nem rossz ez. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Megmentett munkahelyek 260 ezeren tarthatták megállásukat. Első lépés az új vásárcsarnok építéséhez, bezárták a pécsi parkolót a beruházás helyszínén. Több millió forintot csaltak ki idősektől, évekig börtönbe kerülhet a 6 fős bűnbanda. A kormány intézkedéseinek köszönhetően több mint 260 ezer ember munkahelye maradhatott meg a koronavírus járvány idején, jelentette ki Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, a legfrissebb munkanélküliségi adatokat elemezve elmondta, mintegy 100 ezer ember vesztette el munkáját a koronavírus járvány miatt, így a 4,5 milliót meghaladó foglalkoztatás mintegy 4,4 millióra esett vissza Magyarországon. 2019-ben több mint 4,5 millióan vállaltak Magyarországon munkát, ez a szám 2010-ben 3,8 millió volt. Az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkent a munkanélküliségi ráta, ez pedig mindenki javára vált, mondja Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Ez jó mindenkinek, nyilván jó a családoknak, hiszen van bevétel, jó az országnak, hiszen stabilabb a gazdaság. Látható volt, hogy ez a 3,2-3,3-es munkanélküliség ráta, ez Európai Uniós szinten is a harmadik, negyedik legjobb volt Magyarországon, és az egységes mérőszámon alapult, tehát semmiféle trükközés nincs benne, szabad így fogalmaznom. A kutatás, fejlesztés és innováció volt az első olyan terület, amely támogatását ösztönözték hazánkban. Ez az ágazat, ezek a szereplők kapták az első ajánlatokat külföldről, hogy már pedig ne föltétlen Magyarországnak, ne föltétlen a magyar cégeknek dolgozzanak, hanem vágjanak bele, induljanak el a nagyvilágba, esetleg magasabb jövedelemért, vagy valós, vagy vélt ígéretek reményében, ugye, próbáljanak szerencsét. Most nagyon fontosnak véltük, hogy ezeket a kiváló szakembereket itthon tudjuk tartani, hiszen ők tulajdonképpen hosszabb távú kilábalásnak a zálogai, azok a kutatások, azok a találmányok, az a újítás, ami az ő tarsolyukban van, ez nélkülözhetetlen. A koronavírus idején a kormány határozott közbelépése segített abban, hogy megőrizzék a munkahelyeket, segítsék a vállalkozásokat és a munkavállalókat. Nagyon fontos és nagy csomag volt mindazoknak segíteni, akik csökkentett munkaidőben tudtak csak dolgozni, hiszen a cégek részéről megfogalmazódott, hogy napi 8 órában most nem tudnak munkát adni az embereknek, de 6-ban, 4-ben, esetleg 2-ben viszont igen. Főleg a vendéglátásban ez bizony nagyon gyakori volt, hiszen nem teljes nyitvatartása, nem teljes személyzettel tudtak működni az éttermek, szállodák. Ebben a helyzetben ugye az volt az állam ajánlata, szabad így fogalmaznom, hogy a kieső munkabér bizonyos százalékát, és ez olyan 70-75% környékén állt meg, ezeket fogja tudni az állam garantálni. Attól függnek itt a számadatok, hogy ki milyen órát vállalt, ki milyen órában tudta megosztani a munkaadói, illetve az állami finanszírozást. Az intézkedésnek köszönhetően több mint 260 ezer munkahelyet tudtak megőrizni, emellett több mint 10 milliárd forintból új munkahelyeket is teremtettek. Bezárták a pécsi Zólyom utcai parkolót, mert ezen a területen épülhet fel az új vásárcsarnok. A bezárás után átveszi a kivitelező a területet, jövő héten már munkagépekkel kezdődhet a tereprendezés. A beruházást 2022-ig fejezik be, 3 milliárdos költséggel épül meg az új létesítmény.
A parkoló megszűnt, ez a tábla került ki a Pécsi Zólyom utcai köves parkoló kapujára, amelyik önkormányzati tulajdonban van. Csütörtök délután 2-ig lehetett utoljára használni a területet. A parkoló őre azt mondja, nagy veszteség ez a vásárcsarnok kereskedőinek és a vevőknek is, szerinte. Eddig nagyon jó volt, mivel bezárt a Centrum parkoló, ezáltal ideg. Kényszerültek, és nagyon megszerették, meg közelebb van, mint a Centrum parkoló, de most nincs, hanem ott lent a Centrum parkolóban, és onnan, meg két batyúval még eljöttek ide az emberkék, és vettek egy-két ruhát ezektől a jó emberektől, de most ez is megszűnik. Ha most be van zárva a parkoló, akkor mi lesz? Elmegy tovább. Nem fog megállni, nem fog tudni, hol megállni. A vírus miatt amúgy is veszteség érte a kereskedőket a vásárcsarnokban, most a parkolási helyzet miatt kerülnek megint nehéz helyzetbe, Fodor István szerint. Az Zólyom utcai köves parkolóban naponta 200 autó állt meg. Péntektől erre más területen lesz lehetőségük. Azoknak, akik eddig ezt az Zólyom utcai parkolót használták, a Vodbokácsó helyén kialakított köves parkolót tudja a Biokon biztosítani. Erről a területről van szó. A beruházása az Zólyom utcában pedig már hétfőn elkezdődhet, mert a kivitelező pénteken átveszi a területet. Ebben a formában az a parkoló nem lesz már többet elérhető, hiszen maga a beruházásnak a célja egy vadonatúj vásárcsarnok építése, ergo az a parkoló ebben a formában megszűnik. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen megszűnik, mert amikor elkészül, körülbelül 18 hónapot szán rá a szerződés, az új vásárcsarnok, ott 45 darab vadonatúj parkoló lesz, ezen felül pedig 2 olyan parkoló, amelyik a nehezen mozgó emberek számára lesz kialakítva. Az új vásárcsarnok megépítése 3 milliárd 60 millió forintba kerül. A régi vásárcsarnok épületét pedig átalakítják, ahova szolgáltató központ költözhet. Egy cég szeretne Pécsre költözni ilyen tevékenységgel, de 2022-ig át kell adni nekik az átalakított régi vásárcsarnokot, mondták korábban a Városházán. A pécsi járási ügyészség vádat emelt az ellen a 6 fős társaság ellen, akik idősek kifosztásából éltek. Több millió forintnyi ékszert, készpénzt tulajdonítottak el a hiszékeny emberektől, akik idős koruk miatt a bűncselekmény felismerésére, elhárítására csak korlátozottan voltak képesek, ezért a banda tagjai akár több éves börtönbüntetésre is számíthatnak. 1930-as születésű volt, ez 37-es, volt, aki 29-ben született, tehát feltűnően idős volt, mozgásában korlátozott volt. 90 éves, 83 éves és egy 91 éves, 3 sértett, akiket egy bűnbanda fosztott ki, mondja a Baranya megyei főügyészség szóvivője csütörtökön. Ilyen idős emberekre szakosodott az a 6 főből álló társaság, amelyiknek tagjai 2018. októberre és 2019. augusztusa között jutottak be különböző ürügyekkel az áldozatokhoz. Ketten bementek azzal például, hogy viharkárokat akarnak felmérni, vagy éppen azzal, hogy a közeli eladó lakás tulajdonosát várják, neki akarnak üzenetet hagyni. Közben a harmadik társuk besurrant és készpénzt, ékszereket lopott el. Több mint 4 millió forint kárt okoztak. Mivel az elkövetőknek a cselekménye ugye időskorú sértettek sérelmére történt, időskorú sértetteket károsítottak meg az elkövetők, akik így az időskoruk okán a bűncselekménynek az elhárítására, felismerésére csak korlátozottan, vagy pedig egyáltalán nem voltak képesek, így az értékeknek az eltulajdonítása nem lopásnak, hanem kifosztásnak minősül, amiért 1-5 évig terjedő szabadságvesztés kiszabását teszi lehetővé a törvény. Az eset kapcsán az ügyészség arra hívja fel a figyelmet, hogy ne engedjenek be meggondolatlanul ismeretleneket az idős emberek, illetve figyeljenek arra, hogy értékeikről, azok tárolási helyéről ne adjanak ki információkat idegeneknek. És végül nézzük főbb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Több mint 10 valótlanságot tartalmaz a Szekszárdi vasárnap interjúja, Ács Rezső helyreigazítást kért. Szigorításra lenne szükség, sokan telefonálnak vezetés közben. Nem lesz idén jubilálás, a kormányrendelet értelmében elmarad az 5. bátaszéki bornapok. Támogatás, Bonyhád város a koronavírus káros útjainak nyújtott segítséget. Szombatra kicsit mérséklődik a meleg, de marad a napsütés és a nyaraló idő. Vasárnap is napos, meleg, az évszakos átlagnak megfelelő hőmérsékletű időre van kilátás. Napközben akár 35 fok is lehet, eső nem valószínű.
Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!